Sziasztok, én Mayer Balázsra, kis pizzát szeretnék rendelni. Lenne egy havai pizza, vagy nem tudom, nincs étlapom valamit, nem tudnám ajánlani számomra, valami különlegesebbet, vagy valami. Igen, akkor legyen egy olyan, hogy havai és egy kapufa pizza lenne. És Ajka polgármesteri hivatal, a harmadik emelet, és a 312-es ajtót keresse a futár. Milyen a jó pizzatészta? Ropogjon, vagy ne ropogjon a tésztája? Ó, hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye valójában a pizzatészta az egy kenyértészta, alaptészta, és ahhoz, hogy ez ne ropogjon, mondjuk egy kis zsiradékot nem árt hozzáadni, és akkor nem egy száraz kenyértésztát kapunk, vagyis pizzatésztát, hanem akkor egy kellemes, puha pizza lapunk lesz. És úgy gondolom, hogy hát mindenkinek megvan a saját maga igénye, hogy melyiket szereti. Én fogyasztottam már olyan pizzát üzletben, ami nagyon vékony volt, és úgy volt rárakva a feltét, kevésbé volt élvezhető, mert azért valamennyi tésztának azért szükséges, hogy legyen alatta, viszont fogyasztottam már olyan vastagot, ami előre gyártott, előre készített volt, és az pedig élvezhetetlen. Úgyhogy szerintem egy ilyen félcentis vastagságban egy puha tészta, ami kellemesen aromás, akár az oregánótól, vagy a hozzáadott zsiradéktól, szerintem az a megfelelő tészta. Mit gondolsz egy Hawaii pizzán, minek kell rajta lennie pontosan? Hát ez, én utána jártam ennek a Hawaii pizza dolognak. Ugye attól, hogy Hawaii pizzának nevezzük, ettől még nem onnan származik, ugye mert Olaszországból ered a pizza, viszont az olaszok pedig a németek felé trendálnak, hogy ő szerintük Németországból származik ez a Hawaii pizza, és amit én fogyasztottam, azon paradicsomos szósz volt, gépsonka, szelet és ananász, a legtetején pedig egy kevés sajt, jobb esetben sajt, mert ugye a legtöbb esetben nem mindig raknak rá sajtot, hanem inkább csak ezt a pizza feltét, ami növényi eredetű, és sajtnak nem mondható, és nem volt valami finom. Ezt ki lehetne egészíteni egyébként egy kis békönszalonnával, hogyha a gépsonka helyett, vagy vegyesen, akkor már mindjárt egy kis füstöltebb, vagy egy kicsit ízletesebb ízű lenne, illetve olvastam arról, hogy ha még finomabbat szeretnénk, akkor egy kis csirkehússal, fűszerezett csirkehússal, és még ezt is Hawaii pizzának nevezik. És kukoricára szükség van rá, vagy sem? Nem, szerintem nem Hawaii pizza. Tehát mivel nincsen meghatározva, hogy mi az, hogy Hawaii pizza, ezért szerintem mindenki azt tesz rá, amit akar, csak én utána olvastam ennek, és hát azért aki pizzériát működtet, mi ugyan nem ezt működtetünk, én azért javasolnám, hogy egy kicsit olvasson utána, hogy mitől finom az a pizza. Mert az a füstölt hús, amit javasoltak békönszalonnát, hogy tegyünk rá a gépsonka mellett, az biztos, hogy egy kicsit pikánsabbá teszi, és hogyha már ananász van rajt, akkor kukorica, nem tudom, én nem igazán. És a sajt. Szerintem a sajt az nagyon sokat nyom alatban. Aki kóstolt már pizzafeltéttel pizzát, egy növényi zsiradékkal pizzát, és kóstolt már igazi reszelt sajttal, trapista sajttal pizzát, akkor tudja a különbséget. Nagyon sok. Nem élvezhető az, ami pizzafeltéttel készül.